Zsigmond Gábort szeretném felkérni, hogy meséljen nekünk a budapesti kerékpárpolitika elmúlt 100 évéről. Amikor először hallottam Gábort, nagyon sok olyan dolgot mondott, amit teljesen megrökönyödtem, amit nem is tudtam. Remélem, hogy sokaknak lesz ilyen heuréka érzése most. Gábor PhD történész és közgazdász, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgató helyettese. Több mint 10 évig Budapest muzeális és nosztalgia járműveinek felújításáért felelt, irányította a Városi Tömegközlekedési Múzeumot és a Föld Alatti Vasúti Múzeumot. 12 tudományos és ismeretterjesztő könyv, több mint 100 publikáció és szakcikk szerzője, számos egyetem rendszeres vendégelőadója, közlekedés, gazdaságtörténeti, valamint kulturális és turisztikai témákban. Egy nagy tapsot Zsigmond Gábornak, átadom a mikrofon. Köszönöm, Áron. Köszönöm szépen. Emletéken biciklizem is ezek mellett, de ez talán nyilvánvaló is. No, hát köszönöm a meghívást egyfelől, és nagy szeretettel üdvözlök én is mindenkit itt lehet az, hogy posztpandémiás nyárunk első nyárnak látszó napján. Szerintem ez egy óriás dolog, hogy itt vagyunk ennyien. Eredetileg ezt Zoom-on, YouTube-on, mindenféle verzióban gondoltuk, hogy megtartjuk ezt a beszélgetést. Szerintem a lehető legjobb időpont és legjobb helyszín kerekedett ki a végén. De nekem itt valójában nagyjából 100 évet kellene, vagy hát legalábbis a cím szerint kereken 100 évet kellene összefoglalnom, úgyhogy nem rabolom a saját időmet sem, és a tiéteket sem. Én ebben a 100 évben azért nem kerékpár történetet szeretnék elmondani nektek, hanem tulajdonképpen kicsit talán fölvezetve is az előttünk álló beszélgetést, vitát, két kérdésben fogalmaztam meg azt, ami szerintem ebben a 100 évben releváns, és amiről igazából beszélnünk kellene. Tehát nem kerékpár történet ez, hanem a kerékpározás, kerékpár politika történetét szeretném bemutatni, amiben egyébként rengeteg emradásunk van. Valójában ezt sohasem ki nem írta meg, úgyhogy én első szárnybontogatásokat teszek ebben a témában. A két kérdésem pedig az, hogy hogyan válhatott a kerékpár közlekedés politikai tényezővé. Tehát hogyan lehet az, hogy egy sporteszköz, az előbb a szociálpolitika, majd a várospolitika, majd a közlekedés politika sűrűjében találta magát. Viszonylag rövid időn belül egyébként. A másik kérdésem az, hogy amire persze igyekszem majd választ is adni természetesen, legalább részben választ adni, hogy hogyan nem lettünk Amsterdam vagy Kopenhága. És ez most valószínűleg, akik ismerik ezeket a városokat, és sokszor látjuk a szakirodalomban is, mint a városként ebben a témában ezeket feltűnni, talán fölkapják a fejüket, de annyit előre mostok, hogy voltunk mi azért ott, vagy legalábbis nagyon is közel ahhoz, ahol egyébként Kopenhága és Amsterdam kerékpárpolitikája tartott. Azért ezt a kettő kérdést tettem fel magamban, és azt gondoltam, hogy ezt a kettő kérdést hozom ide, mert hogy ahogy Áron is utalt rá, nagyon sok téves gondolat, nagyon sok vita van a mai napig, amelyek egyébként azt gondolom, hogy teljesen feleslegesek, főleg akkor, hogyha adunk mindennek egy elméleti, történeti keretrendszert. Szerintem ez mindig segíti a közös gondolkodást, mindig segíti az értést, ha van valamilyen elméleti és történeti kubus, amiben tudunk gondolkodni, hogy bele lehet illeszteni azokat a vitákat, amelyek nap mint nap jelen vannak. És egyébként azt gondolom, vagy legalábbis remélem, hogy talán ez a kérdés segít abban is, hogy a jövőt érintő kérdéseket helyesen tegyük fel. A történetünk egyébként pont innen a környékről indul el. A kerékpározás az a lehető legtávolabb volt attól, amit most mi itt csinálunk. Tehát ez egy kifejezetten arisztokratikus dolog volt, itt a velocipédeken, meg az első kerékpárokon, itt a környéken, mert itt ilyen fakockás volt az Andrássy út, itt a Liget környékén, az Andrássy úti villágból, néha Gödöllő felé, arisztokraták gyermekei indultak először kerékpározni. Azt még ők sem gondolták valószínűleg, hogy nagyjából 10 év nem telik el, és ez a lovagláshoz hasonlító luxus termék, ez valójában a leginkább demokratizálni fogja a városi tereket és a közlekedést. Én hoztam egy pár cikket, ezért annyira nem fog látszódni, hogy ezeket majd gyorsan elmondom, a lényegét legalábbis elmondom. A kerékpár, mint hogy ez egy ilyen luxus termékként kezdte a pályáját Magyarországon is, mint nagyon sok más helyen, kerékpár adót vetettek ki. 1899-ben a kerékpár adó az 10 korona volt Budapesten. A számítást nem akarom mostanra levezetni, de nagyon szívesen elmondom valakinek, akár egy rozé mellett nagy örömmel. De ez úgy néz ki, hogy nagyjából ez a 10 korona mai áron átszámolva olyan 35 000 forint. Tehát ez egy sarc.
ez egy sarc, és megnéztem a város könyveit, a bevételeit, kiadásait a 1910-es évben, amikor a utolsó év volt, amikor ezt még teljesen beszedték, és akkor 52 ezer korona, ez nagyjából olyan 180 millió forint volt, amit a város el tudott számolni bevételként. Ami meg hát azért nem sok, főleg azzal együtt, ugye ma már mondunk, ezeket externáliákban is szokás gondolkodni, nem csak ilyen nettóban, hogy úgy mondjam. És itt van egy csomó cikk a hátam mögött, az ország különböző városaiból, Kolozsvárról, Pécsről, Budapestről, és egyébként itt azokat, pont elijánlok, tehát azokat a kérdéseket tették föl ezekben a cikkekben, hogy egyfelől például egy kolozsvári hír azt mondja, hogy ez az egész kerékpáradó teljesen ellehetetleníti a kerékpáros ipart, azokat a kis műhelyeket, akik elkezdenek a kerékpár gyártással foglalkozni. Teljesen logikus ér. A másik azt mondja, hogy a kerékpáros sport és a kerékpárnak gyakorlati téren való alkalmazását teljesen megakasztja. Ugye 12 évet élt ez a kerékpáradó egyébként. Aztán van egy másik cikk, ami azt mondja, hogy tulajdonképpen az egész adónak a kezelése jóval többe kerül, mint amennyi a jövedelme. Össze kellett írni az adókat, nyilvánvalóan értelmetlen volt a maga módján. Tehát ez valójában egy sarc volt, és 1911-ben, amikor eltörlik, akkor azért érdemes megnézni, hogy ki az a közönség, aki ennek elsősorban újjong. Már nem az a közönség, aki 10 évvel ezelőtt itt az Andrássy úti villágból elindult az első bukdácsoló bringákon, hanem a munkásság és a hivatalnok réteg. Az első sajtó visszhangok, amelyek örömüket fejezik ki, azok a szociáldemokraták lapjai, Népszava például, tel is tele van ezekkel a hírekkel, mert hogy annak örülnek, hogy végre az a súlyos teher, amit ez az adó kirót az emberekre, különösképpen a munkás kerékpárosokra, hogy itt a cikk írja, annak köszönhetően igen sokan hagyták abba a kerékpározást, írja ezt a Népszava 1911-ben. Hát, itt azért van egy nagyon komoly lejtmenet, már rögtön az elején, tehát nagyon kifejezetten rossz kondíciókkal indul a dolog. Valószínűleg mindenkit meglepett az, amikor a 20-as években az első forgalomszámlálások felnézik Budapesten, és kijönnek végre, a számok. Az mindezek ellenére elképesztően sokan használják a kerékpárt. Annyira sokan, hogy 27-ben Budapest rendőrfőkapitánya elrendeli azt, hogy a Lánchidon betiltja a kerékpározást, aztán nem sokkal később a Nagykörúton is. Ez egyébként egy... Az a súlyos teher, amit ez az adó kirót. Most ebbe itt nem fog belemenni számításokra, de hogy azért arra biztos, hogy itt a cikk írja. 200 pengővel az ember könnyen vicce. Ez ugyanaz az időszak. Tehát azért mondjuk egy autóbuszvezető, volt összesen 100 busz a városban, tehát mondjuk nem bízták rá bárkire a modern új autóbuszokat, ők kerestek ilyen 150 pengőt. Szóval 40 pengő, maradjunk annyiban, ez egy elég komoly bírság volt. És itt azt hiszem, hogy hoztam is egy idézetet, igen. A napi sajtó ezt írja ennek a sarcnak a bevezetésekor. Az újabb rendelet olyan súlyos rendszabályokat tartalmaz, hogy azokat a Lánchíd forgalmának tehermentesítése célzat mellett is túlságosan szigorúnak tartjuk, mert hiszen különösen üzleti alkalmazottak igen nagy számban laknak Budán, és a rendelet értelmében munkahelyükre ezen túl már nem jutnak el kerékpárral. Hát azt lehet mondani, hogy itt van az a pont, amikor elég világosan a szociálpolitika terére csúszik át a kerékpározás kérdés. Tehát egy politikai kérdés lesz, és hogy mondtam itt a Népszavában, meg a jó értelemben munkás mozgalom felől érkeznek az első kritikák és az első megjegyzések, és kétségtelenül egy ilyen szociálpolitikai kérdéssé válik. Itt a szél elől megpróbálom menekíteni a papírjaimat közben. És egyébként, ha valaki megkérdezte volna, mi a harmadik cikk, akkor elmondom, hogy egyébként a harmadik cikk egy teljesen másik korszakból van. Később még fogok erről persze beszélni. Ez egy 89-es cikk, ami bemutatja egyetlen egy oldalon a 66-os tiltást, meg a 76-ost, 1960 és 1976-ost, amikor szintén tilos persze a Duna és a Nagykörút közötti egész területen kerékpározni. És ez megfejelik azzal, hogy a részleges tilalom van a Nyugatitól a városhatárig, a Barostértől a városhatárig, a Nagyváradtértől, Borárostértől, Albertfalva felüljárótól, Neszmélyútól, Flóriántértől a városhatárig, tehát teljesen megszűnnek a belvárosi-külvárosi kapcsolatok lényegében. No, hát szóval azért ez a tiltás, ez persze megjelenik egyébként, hogy apró kis érdekesség, ez olyan jellemzően hazai történet, hogy muszáj vagyok meg gyorsan ezzel a kis színes bonddal elmondani ezt is. Volt egy államtitkár, aki éppen a tiltás előtt, 27 előtt
24-ben elérte azt, kiárta, hogy bát lehessen hajtani a Lánchídon teljes nyugalommal, úgy, ahogy azt hiszem 2012 óta tudunk csak. Hát azért itt komoly, köszönöm a pólogatást, szóval azért komoly, át lehetett tolni persze. Szóval, hogy ő kiárta ki 1924-ben, igaz, hogy csak 3 évet élt az a dolog, de államtitkárként ő kiárta azt, hogy át lehessen hajtani rendesen a Lánchídon. Megjegyzem, a Budai Kerékpáregyletnek volt az elnöke úgy civilben, államtitkárként. No, tehát, hogy azért itt eljutunk arra, tehát, hogy ez egy kifejezetten izgalmas kérdéssé válik a város, a szociálpolitikai oldal is, de a város számára is, mert azért nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy miért is van ez a tiltás. Ugye a város tulajdonába kerül a teljes tömegközlekedés. Korábban ezek piaci alapon egymással versengő cégek voltak, és ilyen formában, mint ahogyan persze hát a BRFK is, a Beszkárt is, a Budapesti Közlekedési Cég is, fővárosi tulajdonú, és a város kifejezetten úgy értékeli, úgy érzi, hogy a kerékpározás konkurencia az ő bevételét fogja csökkenteni, különösképpen azokon a helyeken, ahol villamossal és busszal lehet közlekedni. Ez nagyon első hallásra olyan furcsának tűnik, még hozok erre érveket, hogy miért látom ezt így, de egyet azért előre bocsátok, a Beszkárt egy annyira erős, átpolitizált szervezet volt Budapesten, az első olyan szervezet, ami integrálta a közlekedést a maga módján persze, de hát ez egy villamos cég volt, a villamos cégeket vonta maga alá, és egészen 1932-ig annyira tekintélyelvű volt a rendszer, hogy még azt is el tudták érni, hogy addig buszok sem járhatnak a nagykörúton, mert az ő villamosaiknak az is konkurencia. Azért engedték csak meg 32-ben a 12-es buszt egyébként már akkor elindulni, mert hogy a buszokat a Beszkárthoz csapták. Tehát tulajdonképpen már kebelbeli volt a dolog, de egész addig ezt is el tudták érni. És ugye aztán itt beköszön nem sokkal később, hát 27-et említettem, 29-ben Wall Streetről begyűrűzik ez a világgazdasági válság, nem olyan nagyon késik meg egyébként, de picit talán tovább tart, mint Amerikában. Nagyjából 34-ben cseng le Magyarországon. És azért akkor egyre több és egyre több kerékpár jelenik meg az utakon érthetően, hiszen nagyon-nagyon drágák a Beszkárt jegyei, a villamosra, buszra felszállni iszonyú drága. Az emberek nyilván egy olcsó, praktikus eszköz után néznek, ez a kerékpár. Én hoztam számokat az 1932. évi tél végi, tehát ez egy februári napnak a felmérése a város különböző pontjairól. Csak néhányat emelek ki a játék kedvéért. Ferenc József híd, vagy Szabadság híd. A kerékpárra láthaladók száma az közel 2500, a személygépkocsiké 2000, az összes egyébként 8500, tehát a 8500-ból 2500 kerékpár 32. februárjában. Aztán talán érdekes megnézni még itt szúrópróba szerint egy-kettőt, mondjuk a Nagykörút Üllői úti szakaszát, ahol ekkor 1909 kerékpárt, tehát közel 2000 kerékpárt néztek meg, ez több, mint amennyi személygépkocsit meg tudtak számolni, és hát egyébként a 8000-ből 2000 volt kerékpár, és mondanám, hogy talán ennyi elég is, bár ebbe azért jól el lehet veszni, mondjuk a nyugati térnél is izgalmas számok vannak, mert 15000 megszámolt járműből 3500 kerékpár volt. Köszönöm. Hát azért ezek nem rossz számok, és mindezt hozzátenném azt is, hogy persze itt még nézhetnénk minden évben ezeket a számokat, de ettől most mindenkit megóvnék, viszont azt elárulom, hogy 32-től 39-ig a kerékpárok száma, tehát 32-től 39-ig a duplájára nőtt Budapesten. Tehát ennél csak impresszívebb számok vannak. Ez a növekedés egyébként minden más járműtípus növekedését felülmúlta. Tehát nem vettek annyi autót Budapesten, mint ahány kerékpárt, 32 és 39 között. Tehát már azért a válság itt vagy egyébként véget ér. És eljutunk oda, hogy 1938-ban már a forgalomszámlálások azt mutatják, hogy Budapesten a közlekedők 37%-a kerékpárral közlekedik. 37%-a kerékpárt használ. Így nézett ki, ha látszik ez a kép, így nézett ki az Astoria. Tehát sokkal több ringát látunk meg villamos, mint bármi mást. És hát ahogy mondtam, itt van egy nagyon izgalmas egymásnak feszülés. Ugye ha a mai tudásunkat vetítjük vissza a történelemben, akkor úgy tűnik, hogy itt azért mindjárt majd, hogy jönnek az automobilok, meg az autós közlekedés, akkor rögtön kipattan a feszültség, de nem. Tehát az autók számának a növekedésével semmi nem történik igazából az utakon. Elindul egy verseny persze a közutakért, meg a baleseteket elkezdik számolni, és ott már kijönnek a viták, hogy valójában ki okozza, ki nem okozza, de valójában nincs konfliktus az utakon az autósok és a kerékpárosok között. Annál nagyobb konfliktus van a tömegközlekedés és a kerékpárosok között.
teljesen nyilvánvaló, hogy a tömegközlekedési cég mindent megtesz azért, hogy a kerékpárosokat leszorítsa az utakról. Egész egyszerűen azért, mert számára ez konkurencia, a városnak pedig, a város pedig bevételektől esik el. Egyébként ezt nagyon jól tudták egyébként a korszakban is. Egészen izgalmas azt látni, hogy mennyire precízen felkészültek voltak azok a szakemberek, akik foglalkoztak akkor is ezzel. Ugye Táron említette, hogy mennyi tanulás, mennyi munka van abban, hogy egyáltalán itt véleményt lehessen formálni. Nagyon érdekes látni azt, hogy itt a 30-as években, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak, napra pontosan ismertek berlini, amszterdami, koppenhágai forgalomszámlálásokat, tudták azt, hogy melyik ipari negyedből melyikbe mennek át, hol vannak a főbb gócpontok. És az a másik kép, ami készített volna egyébként Asztórián is, de ez éppen Koppenhágában van, ez pont arról tanúskodik, hogy a 30-as években mennyire felkészültek voltak ezek a szakemberek. Koppenhága lakosságának közlekedési megoszlását mutatja. Egyébként azt látjuk rajta, de aki nem, annak főképpen különösen elmondom, hogy a villamos közlekedésnek a mutatói 10 éven belül elképesztő mértékben csökkennek, tehát közel 10%-kal csökkennek. És ez a hiány, ami a tömegközlekedésben előáll, ez a kerékpáros közlekedésben jön vissza. Tehát egész egyszerűen az emberek, és még itt nincs válság, tehát itt az a felső tábla az 21 és 30 közötti számokat mutat, tehát 21 és 30 között még nincsen válság Koppenhágában, ellenben elég egyértelműen látszik, hogy csökken a villamos használat, és ez a szám ez megjelenik a kerékpáros használatban. A másik pedig egyébként az 30 és 35 között mutatja azt, hogy Koppenhága lakossága hogyan kirándul, és mivel kirándul. És nagyon érdekes itt is látni, hogy a tömegközlekedés, a helyérdekű vasút, a villamos közlekedés számai folyamatosan csökkennek, és ez a számmennyiség, ez megjelenik a kerékpárosoknál. Tehát az agglomerációban és a kirándulásokban is világosan látszanak a számok, ezek a koppenhágai számok. Ez sajnálom, hogy nem látszik annyira ez a kép, nagyon szeretem ezt a fotót, 15-ös busz áll, de mellette szerintem legalább annyi kerékpáros, mint amennyi a buszra fölférne. Itt van ez a fotó a Petőfi Sándor utcánál. De a számok érdekesek itt is, hogy maradjunk egy picit még a számoknál. Azt szerintem nagyon izgalmas látni, hogy a kerékpározás valóban alternatíva volt a közlekedéssel szemben, a tömegközlekedéssel szemben. Azt érdemes talán megjegyezni, hogy a Budapest autóbuszai ebben az időben 12-15 km/h sebességgel tudtak haladni. Csak 1930-ban születik arról rendelet, hogy 40 km/h sebességgel lehet autóbusszal, meg hát ha a villamos ezt el tudja érni, akkor a villamossal belterületen közlekedni. Tehát ez csak 30-ban van. Tehát addig valójában 12-15 km/h sebességgel azt hiszem, hogy alapvetően tudunk bringázni. De hát azért ehhez hozzátenném azokat a számokat, ha már itt 100 évről beszélgetünk, hogy itt van a közlekedési eszközökkel elérhető átlagsebesség mutatói, és ez ugye busz, trolli, villamos esetén 20 km/h, 2013-as számok ezek, KSH statisztikai tükör, személygépkocsival pedig 37 Budapesten. 37 km/h az átlagsebesség autóval Budapesten. És hát persze ide raktam a korrektség kedvére a távolságokat is, tehát nyilvánvaló, hogy itt azért a kerékpárt hol milyen távolságokon praktikus és célszerű használni. Azért azt mindenképpen felhívom a figyelmet, hogy a közlekedés politikában eljutottunk odáig 11 néhány év alatt, hogy a teljes tiltástól, a megregulázástól, a szabályozástól, meg a sarctól gyakorlatilag egy együttműködő, kifejezetten együttműködő, együttműködésre törekvő közlekedés politika alakult ki, hiszen egy idő után ennek valójában a támogatása tud elindulni. Ebben egyébként van egy érdekes szempont még, ami ezt segíti, mégpedig egész egyszerűen a piac. Tehát, hogy azért Budapest nem a kő alatt ért akkor sem, és a Csepeli Weiss-Manfred gyár már 1929-ben, jó érzékkel egyébként a válság elején, megvásárolja Puchtól a kerékpárok gyártási licenszét, és közel 30 típus családot hoz piacra, évente több mint 50 ezer kerékpárt gyártanak. Ezzel nyilvánvalóan egyébként az árak is csökkennek, tehát egyre inkább elérhetővé válik a kerékpár, és ami alapvetően nincsen, az a teherbringa. Ezt azért hoztam, mert a közlekedési múzeum gyűjteményben van egy gyönyörű szép teherbringánk ebből a korszakból. Ez ilyen cső idomokból, vízcsövekből összeállított bringa, mert hogy ez tényleg a kisipar. Tehát, hogy ez a kerékpár a névtáblán látszik, egy B. Szabó Sándor harmadik kerületi vízvezetékszerelőnek a kerékpárja volt. Ő maga állította össze a bringát, és ezzel hordta ki a kádokat, meg a mosdókat a lakásokhoz. Tehát ebben nem volt gyártás, nem volt még erre felkészülve, viszont ezeket gyártották otthon az emberek.
No és hát azért ehhez még csak egy gondolat, hadd beszélek egy picit haza. Volt nekünk egy kiállításunk 2 évvel ezelőtt, ha emlékszem, Bringológia címmel, és ott bemutattunk néhány olyan számot, hogy akkori, hát az nem volt olyan régen, német kutatások szerint az autóval ellátott városon belüli futárszolgálatnak a 85%-a kiváltható lenne valamilyen elektromos motorral kiegészített bringával, mert hogy egyébként nagyjából a városon belül szállított áruknak a tömege az 40%-ban 100 kiló alatt és 1 köbméter. Tehát, hogy tulajdonképpen ezeket lehetne mind-mind kerékpára. Nyilván az ára egészen más, de azt mondja az akkori felmérés, hogy az európai városok összes teherszállításának a negyede lebonyolítható lenne teherbiciklivel. Ezt azért akkor is látták már nagyjából. És mindehhez egyébként, ami még nagyon sokat segít, még nagyon sokat, ha lehet, még többet rá segít arra, hogy a kerékpározás el tudjon terjedni, az a megítélése a kerékpározásnak. Tehát megszűnik ez a távolságtartó, arisztokratikus, kritikus, bántó és regulázó attitűd. Részben annak is köszönhetően egyébként, hogy az akkori kormányzathoz közel álló cserkészmozgalom, Levente mozgalom, és aztán maga majd a honvédség kezdi el a kerékpározást propagálni. Akkor még ugye népegészségügyi szempontokat emlegetleg, a népegészségügyi előnyöket, de ennek kétségtelenül megvolt az előnye. És hát, ahogy mondtam, egy kifejezetten együttműködés felé hajló közlekedéspolitika alakul ki. Ilyen forgalmi útvonalakat kezdenek el megtervezni. Tehát, hogy az autók elterjedése nem csökkentette a kerékpárhasználatot, ugyanakkor a város útjait valóban, a város közútjaiért valóban megindul egy verseny. Jönnek baleseti statisztikákkal persze, és látjuk azt, hogy van egy nagyon intenzív vita abban, hogy a közutakat hogyan érdemes használni. De van egy hivatalos, van egy város közlekedéspolitikai válasz, ami egyébként már a tiltás is egyébként azt gondolom, hogy valamilyen szinten azt mutatja, hogy foglalkozik vele valaki. Tehát a 20-as évek végén látható tiltás is már egyfajta válasz, de annál sokkal izgalmasabb azt látni, hogy 10 éven belül ez a válasz az ellenkező előjelűvé vált. És egy együttműködő város, egy együttműködő közlekedéspolitika formálódott ki a 30-as évek második felére. Ezt megerősítendő, hozok is egy akkori Magyar Nemzet cikket. Azt mondja, a Beszkárt legutóbbi jelentése is megállapította, mint köztudomású tényt, hogy mennyire elszaporodtak Budapesten a kerékpárosok. A bicikli komoly versenytársa a villamosnak is. Nem sokára kénytelen lesz a főváros külön kerékpárutakat építeni, hogy a rendes forgalmi utakról eltereljék a biciklistákat. Az első kerékpárutat a Kerepesi úton, a Hévvégállomás és a Hungária körút között építik meg, az úttest mindkét oldalán. A második pedig a Kőbányai út mentén épül. A kerékpárpályák burkolata aszfaltos anyag lesz. A Soroksári úton, az Üllői úton, a Budafoki úton, a Fehérvári úton épülnek továbbá a rendes úttestől elkülönített kerékpáros pályák. A főváros költségvetésében az egyszerre szükséges összegeket biztosították. Konkrét tervek készültek továbbá a Budakeszi útra, a Váci útra, az Üllői útra vagy a Soroksári útra. Ha végig gondoljuk ezeket a helyszíneket, azt lehet látni, hogy egyrészt ezek a városipari negyedei felé visznek. Tehát valóban, ha úgy tetszik, akkor közösségi, hogy közcélúak ezek a fejlesztések. Kifejezetten szolgálja azt, hogy az emberek el tudjak jutni a munkahelyeikre. Másrészt pedig kiránduló helyekhez jutnak. Harmadrészt pedig, hogyha visszagondoltok ezek erre a listára, akkor azért ezek tulajdonképpen a ma is hiányzó, de ezt majd a többiek megerősítik, de azt gondolom, ezek a ma is hiányzó külbelvárosi kapcsolatok, amikről beszél az a 38-as Magyar Nemzet cikk. Tehát. Szóval itt, ami alapvetően kialakul, a nagyon rövid időn belül, voltak éppen a tiltáshoz képest 10 év múlva, az a tömegközlekedés és a kerékpározásnak egy nagyon szoros együttműködése, egy nagyon szoros szimbiózis, ha úgy tetszik, és ennek a megerősítésére is hozok gyorsan még egy rövid idézetet, ez pedig a nagyon szép emlékű, de nagyon jó tanulmányokat és írásokat közlő Városok lapja. Szintén 1938-as az írás. Kerékpárutak építését esetleg össze lehet kötni a vasúti közlekedéssel, mikor a kettő kiegészíti egymást. Úgy a hivatással kapcsolatos, mint a kiránduló forgalomban, a kerékpár és a közúti forgalom egy tervszerű együttműködése igen előnyösen szolgálhatja a közösség érdekeit. Helyes tarifapolitika az eszköz ezen a téren, mert a kerékpárost, a közúti vasút a maga számára, mint közönséget adott esetben biztosítani tudja.
és viszont a kerékpáros is élvezi az olcsó tömegszállító eszközt. Példa lehet erre, midőn a kerékpáros a város környéki lakóhelyéről az út egy részét kerékpáron teszi meg egy alkalmas vasúti megállóig, és itt kerékpárját a vasúti üzemmel kapcsolatos megőrzőben hátrahagyja, az út másik részét már vasúton folytatja a város belseje felé. Ez egy 1938-as írás volt, aztán elég jól tükrözi azt, hogy hova sikerült eljutni, és még egyszer mondom, hogy a kulcs, erre még később vissza fogok térni, azért is szajkozom ennyire, a kulcs az a tömegközlekedés, a kerékpározás viszonya. Ebben volt az első tiltás, amikor a kerékpárosok és a kerékpárok száma megugrott Budapesten, és ebben alakult ki az együttműködés a 30-as évek második felére. Én azt gondolom egyébként, hogy talán itt lehetne föltenni a második kérdést, amit az elején itt felvetettem, hogy na jó, de akkor hogyan és miért nem lettünk mi Amsterdam vagy Kopenhága? Mert azért itt most azt mondtuk, hogy 37% az embereknek kerékpáron közlekedett már. Szerintem egy szimbolikus beruházása volt ennek a városnak, és azt gondolom, hogy egy mérföldkő az Árpád híd. Budapest egyetlen egy hídját, amit a két háború között építenek, hogy ez a Horthy Miklós Petőfi híd, ez kerékpársávval készül el. És felsoroltam jó néhány utat, ahol egyébként elkészültek, vagy elkezdték készíteni a kerékpársávokat. Az Árpád hídot 39-ben megtervezték már, tehát 39-re készen voltak a tervek, mindkét oldalon kerékpársávval. A beruházást a háború miatt 43-ban le kellett állítani, és 50-ben végül átadták a hidat már Stalin néven. Viszont hát a képeken most itt azért annyira nem látszik, de hogy a lényege az, hogy a kerékpársávok elmaradnak. Ez azért is érdekes még, hogy 84-ben van egy újabb beruházás az Árpád hídon, amikor kiszélesítik, akkor sem kerülnek fel a kerékpársávok. Tehát itt az Árpád híd önmagában egy szimbólum annak, hogy mi változott itt meg. 39-ben teljesen nyilvánvaló volt, hogy lesz rajta mindkét oldalon kerékpársáv, 50-ben szóba se került ez már, 84-ben sem jöhetett szóba, hogy kerékpársáv legyen rajta. 2003-tól lehet áthajtani rajta, ha jól mondom. Tehát azért a születésétől képest elég sokat kellett erre várni. Miközben egyébként a 37-ben például már a Margit hídon is engedélyezték a kerékpárral való áthajtást. Szóval összességében azt gondolom, hogy a törés, amiért mi nem lettünk Amsterdam vagy éppen Kopenhága, az a szovjet közlekedéspolitikának a megjelenése. És bármennyire furcsa ez, ezzel talán a közlekedés történet sem foglalkozott igazán eddig eléggé, nem csak a kerékpárpolitikának a felrajzolásával, de talán ezzel sem. Talán ebben az évben most ezt el is lehet mondani nyugodtan, de érdemes ezen elgondolkodni. Nekem meggyőződésem egyre inkább, hogy a szovjet közlekedéspolitikai modellnek a Magyarországra való beültetése vagy átültetése az legalább akkora károkat okozott, mint Trianon. Trianonban nagyon sok infrastruktúra vesztés történt, de a szovjet közlekedéspolitikai gondolkodás az mélyen a szemléletbe itatottan okozott óriási károkat ebben a városban. És érdemes egyébként megnézni azt, hogy még azt mondtuk, hogy például 1911 és mondjuk 37 között, 21 néhány év alatt milyen mértékben sikerült, tehát a kerékpáradó eltörlése és ezek az infrastruktúra fejlesztések között 21 néhány évben milyen sikeres együttműködés alakult ki, addig mondjuk a következő évtizedekre ez egyáltalán nem jellemző. Ugye össze lehet vetni mondjuk, hogyha most itt a rendszerváltástól tekintünk az ország vagy város történelme, ez nagyjából 30 év. Hát ugyanaz. No, tehát, hogy itt azért, ami nagyon alaposan megváltozik, az egy olyan közlekedéspolitikai gondolkodás, ami azt eredményezte, hogy gyakorlatilag a második világháború után, egészen a 80-as évekig ebben a városban semmilyen kerékpáros infrastruktúra fejlesztés nem történt. És bár sokszor azt gondoljuk, egyébként ez egy téves gondolkodás, de az az általánosan elterjedt vélekedés, hogy a budapesti villamos közlekedésnek a mélypontja, hogy a villamosok visszavágása az a metró miatt történt, nem a metró miatt történt, hanem már a Szovjetunióból ajándékba érkezett troliknak köszönhetően, ugyanis a város első villamosvonalai, amelyek egyébként Európa első, tehát Európa legelső belvárosi villamosvonalai voltak, Dunapartól, Akadémiától, ki a Podmanickin keresztül ide a Ligetbe, vagy éppen a Baross utcán keresztül 1889-ben nyíltak meg, alig néhány évvel a villamos feltalálása után, tehát Európában elsőként. Ezek az 50-es évek elején szűnnek meg, és váltják ki ezeket trolival. Aztán persze ez folytatódik ennek a
hogy mondjam, moszkvai várostervezési modellnek köszönhetően akkor, amikor a metróberuházások elindulnak. És egy ilyen nagyon futurista, nagyon felülről irányított várostervezés és közlekedés tervezés veszi át tulajdonképpen a Párbeszéd helyét. És hát ami alapvetően viszont mindeközben zajlik nyugaton, a második világháború után, különösen a 60-as években a tömegközlekedés, a kerékpározásnak az a fajta együttműködési képessége, amit Budapesten is láttunk kialakulni a 30-as évek végére, tehát a második világháború idejére, az nem szűnt meg. Tehát az megmaradt. Ugye Budapesten a tömegközlekedést szétdarabolják, és ahogyan lehetett látni itt a trolibusz üzemmel, vagy a metróberuházásokkal, vagy éppen egyébként az Icarus dömpinggel változtatják meg a meglévő közlekedési struktúráinkat. És hát mik tűnnek el ezzel? Ugye érdekes, mert hogy a villamosok, néhány villamosomat megszüntetnek, helyre érkeznek a szovjet trolik. Aztán a trolibuszüzemet is fel akarják számolni, mondván azt, hogy hát minek? Hát az Icarus 400 ezer Icarus gyártott le. Buszdömping volt Budapesten. Úgy gondolták, hogy a villamosokra sincs semmi szükség. Tulajdonképpen egyetlen egy dolog, ami megmentette ezt, az, hogy nem volt ezekre pénz. Tehát ennek köszönhetően menekült meg végül a villamoshálózat, meg a troli hálózat is. Ugye a villamossal, meg a trolival pont tulajdonképpen a várost vagy az utcát sokkal inkább fenntartható módon segítő rendszerek lettek ennek a kárvallottjai. És a városlakókat pedig, hogy mondjam, leűzték az aluljárokba és a metróba. És azt mondták, hogy hát az Icarus az úgyis meg fogja oldani az összes felszíni tömegközlekedési problémát. Azért egy pillanatra persze itt hadd mutassak még egy pár képet, mert hogy persze közben azért volt szükség kerékpározásra, de még egy pillanatra, még ennél az előző gondolatra még hadd kacsincsak vissza még egy pillanatra. Tehát ugye itt, amiről beszélünk, az egy szemléletbeli változás. Ez egy filozófia, ez egy várostervezési, közlekedéstervezési szemlélet, ami megváltozott, drasztikusan megváltozott ezekre az évtizedekre. De a szemlélet mellett azért van még egy dolog, amit érdemes talán idehozni, az infrastruktúrát. Nagyon érdekesnek tartom azt, hogy Budapest városegyesítésekor 1873-ban a fontosabb főutak jó részt járhatatlanok. Minden fontos főút. Tehát télen és esőben gyakorlatilag Budapest útjai nem lehetett közlekedni a városegyesítésekor. Amikor ezt a várost elkezdik felépíteni, megalakul az FKT, a közmunkatanács, Andrássy, akkor Bécs és Párizs a minta. Hát pont itt az Andrássy út szomszédságában nem nagyon kell messzire mennünk, hogy lássuk azt, hogy Andrássyék honnan merítették a mintát a Sugárút kapcsán éppen. Ugye itt a Liget felé pont egy ilyen fakockás, csendes a lovaglásra, meg egyébként a kerékpározásra is alkalmas felületet alakítottak ki. Beljebb a város felé egyébként sokkal inkább használtak ilyen aszfalt utakat a haladás, az esztétikum és a tartóság miatt, de a lényeg, hogy azt érdemes látni, hogy az útügyi modernizációnak köszönhetően Budapesten, amikor itt az a kerékpárados évszám volt, a kerékpárados eltörlése 1911-ben, akkor a város útjainak a 40%-a volt makadám út. Ez egyébként nem volt egy rossz minőségű út, ma nyilván itt tekintünk rá, de akkor ez nem volt egy rossz minőségű út. Ez attól lett rossz minőségű, amikor az első autók megjelentek rajta egyébként, mert ugye ez egy maximum 5 centi rétegben elterülő ilyen zúzott kő, abból is a gyengébb, tehát ilyen mészkő, vagy ez hasonló. És ezt ugye az autók fölverték a port, vagy éppen szétcsúsztatták magát magát az utat, de egyébként alapvetően lehetett használni. Ez volt egyébként a legnagyobb arányú Budapest valamennyi útján. Tehát a makadám út volt a legjellemzőbb, ez a kőzuzalékos út. És az ezáltal válik egy idő után korszerűtlenni. Mindemellett ugyanebben az időszakban elkezdődnek az első nemzetközi útügyi kongresszusok. Ez egy nagyon érdekes szakma, az útügy, de a lényeg itt ebben a vonatkozásban az, hogy ezek foglalkoznak ezzel, hogy a városok hogyan küzdenek meg azzal, hogy egyre nagyobbak, ne feledjük el, Budapest a városegyesítéstől 1900-ig háromszorosára nő. 30 év alatt, mint a rendszerváltástól, tehát hogy háromszorosára nő a lakosság szám, az épületek száma kétszeresére, tehát egészen bődött, és ezzel nyilván meg kellett küzdeni, és az útügyel nagyon sokan, nagyon sokat foglalkoztak ekkoriban. Ám hogy az van, hogy ezek az útügyi kongresszusok, ezek a nemzetközi konferenciák, ezek éppen 1909-től indulnak el. Az első világháború kitörésének a közelében járunk már. És az útügy egyszerűen fokozatosan átadja helyét
ezek az útügyi kongresszusok folyamatosan átadják a helyüket a motorizáció fórumainak. Mert hogy felülírják a korábbi városépítő érdekeket a nemzetgazdasági és a katonai szempontok. És egyre inkább az utaknak a fejlődése, az utak kialakításában ezek lesznek a szempontok, ebben nem akarok hosszasan érvelni, gondolja mindenki mondjuk a két háború közötti német autópálya építésekre. Egészen más szempontok vannak az útügyben, mint ami még mondjuk Andrássyk idején volt. No, és hát persze ezeket az utakat, ezeket az utakról azért a kerékpáros, az utak sem változtak annyira meg, és utakról sem tűntek el a kerékpárok Budapesten, mert hogy itt egy pár képet csak arra hoztam, hogy érdekes látni teljesen random módon a Fortepán, ami hát egy közösségi célú fotógyűjtés, onnan kiválogatva képeket, 56-ban mennyire gyorsan előkerültek a kerékpárok. Egyébként itt van egy kedves kép, hát kedves, amennyiben ez kedves, de 45-ből. 56-ban itt néhány fotót pörgetek végig folyamatosan az emberek kerékpárral. Ennek mindenhol, nem véletlenül, mert hogy egész egyszerűen nem tűnik el. Hát rögtön nyilvánvalóan nem tűntek el a kerékpárok, ott vannak a gangokon, ott vannak a bérházak udvarán, és ott vannak egyébként a lakótelepeken. A lakótelepeken kerékpáros versenyeket tartanak, mert az urbanizációs programban vidékről ide érkező lakosság az hozza magával általában a kerékpárját is, mert a kerékpáros kultúrát, a kerékpáros szokásait, ugye vidéken ugyanis megmarad, sőt, vidéken nemzetközi számokat mutat valamennyi mérés a kerékpározás kapcsán. Egyébként most én egy átlagot, 17%-ot olvastam, országos átlagot, tehát van, ahol picit kevesebb, van, ahol több. De ez ma is egyébként nemzetközileg összehasonlítható és jól mérhető. Eközben persze Budapesten az előbb említett okok miatt ennek a fajta erőltetett és szovjetizált közlekedés politikai gondolkodásnak köszönhetően a kerékpár egyre inkább kiszorul a mellékutcákba, aztán majd a mellékutcákból egészen a külvárosokba. Ugyanezekben az években egyébként vidéken gyakorlatilag nem lehet elképzelni a postást, vagy a tanyára, vagy a szőlőhegyre igyekvőket kerékpár nélkül. Mindeközben Budapesten 63-tól a rendszeres forgalomszámlálásokból már kiveszik a kerékpárt. Tehát, hogy már mérésünk sincsen rá. Tehát gyakorlatilag megszűnt. Tehát úgy teszünk, mintha ilyennel nem is közlekedne senki. Egyetlen egy téren keresztül hadd mutassam meg, szerintem ez nagyon szemléletes, egyetlen egy városi terünkön keresztül, hogy hogyan változott meg, és remélem, hogy azért ez most így látszódik valamennyire, ez a néhány képsor. Ez a Ferenciek tere a 20. század elején. Hát ha más nem, az látszik belőle, remélem hátulról is, hogy itt békésen sétálgatnak az emberek, és szinte egy ilyen mediterrán városi hangulata van, itt talán éppen fagyit vesznek, meg bejön két lovaskocsi. Itt a két háború közötti időszakban a villamosok éppen mennek át az Erzsébet hídon, de egyébként bringások is vannak, meg gyalogosok. Aztán 57-ben már így néz ki mindez. És arra is fejlem a figyelmet, hogy itt, amit látunk, az egy villamos, egy autóbusz, meg egy valószínűleg valamilyen közületi csepel, tehát valamilyen tefú, vagy valamilyen vállalatnak a teherautója. Ugyanis, ha ezek nincsenek, akkor ez van. Mert hogy 1950 és 58 között Magyarországon tilos volt személygépkocsit vásárolni. És itt is nagyon érdekes, hogy egy versenyzőnek köszönhetően a túrabiciklikre ezt a Dongo márkájú segédmotort szerelik fel, amiből egyébként 3 év alatt több mint 50 000-et adnak el. Tehát hogy mindig valahogy visszacsempésződik azért a kerékpár, de ez a kép ez azért ilyen, mert hogy egész egyszerűen nem voltak, 58-ig nem lehetett autót venni, de ezt aztán hamar sikerült bepótolni, mert ha megnézzük, akkor néhány évvel, 10-20 éven belül Ferenciek tere ilyenné alakult át, és ennek a környezete egy ilyen nagyon futurista, nagyon felőre irányított várostervezésnek köszönhetően gyakorlatilag autópályává vált az a tér, ahol egyébként 50 évvel korábban, vagy akárcsak 40 évvel korábban itt sétálgattak az emberek kézen fogva, és fagyizni mentek. Ez meg egy mostani fotó. És akkor most hadd kacsintsak vissza a Ferenciek tere. Egyébként ugye ott van lent is, de a felső két kép az ugyanezek az évek, 60-as évek, Amsterdam és Kopenhága. Tehát ennyire sikerült szétválni, elválni attól a gondolkodástól, attól a logikától, ahol egyébként voltunk. És akkor csak tényleg mutatva azt, hogy 30 éven belül mennyire sokat változott Budapest. Itt van az Astoria 42-ben. Tele van bringásokkal, és láttuk a 32-es felméréseket, hogy milyen impresszívek a számok. Minden gócponton több 1000 kerékpáros halad át minden egyes nap. 76. Tehát a 21 néhány év telt el, és gyakorlatilag nem... Szerintem aki ott bringázott 42-ben, nem ismerne rá a
az Asztóriára. Ugye, ahogy mondtam, hogy gyakorlatilag a 80-as évekig igazából semmilyen infrastruktúrafejlesztés nem történik, és azt gondolom, hogy tényleg ebben, ami a komoly változást elhozza, az a nagyon sok mozgalom, az a nagyon sok munka, amit egyébként Áron itt említett a legelején. A 82-ben az igazság kedvéért elindul egyébként az országos útépítési program, tehát ezt hozzá kell, hogy tegyem, és egyébként a fővárosi tanács már néhány mérnökirodától megrendeli az első terveket a kerékpáros útvonalaknak a megtervezésére. De hát azért azt tudjuk, és talán emlékszünk is rá, hogy a 90-es évekre valójában egy szétszabdalt, töredezett kerékpáros hálózat, amennyiben lehet ezt hálózatnak nevezni, de hogy így épülgetnek itt-ott-amott foltszerűen a városban kerékpáros infrastruktúrák, és azért ebben persze ott van az is, hogy a főváros és a kerületek mennyire nem tudnak együttműködni, és nem utolsóban ott van a tapasztalatlanság, az, hogy igazából itt a 90-es években hát legalább bátornak kellett lenni az, hogy ez ember hozzá tudjon nyúlni, de nem volt igazából előzmény, hát itt a 37-ben voltak az utolsó tervek kerékpáros hálózatfejlesztésekre. Tehát volt egy tapasztalat hiány is, és közben egyébként azért raktam ide az 1 forintos villamosjegyet, mert ez 1966-tól 85-ig volt Budapesten érvényben villamosokon, és 1,50 volt ugye a busz. Ez azért érdekes, mert ugye itt, amikor megszűnik az állami árkiegészítés a BKV-nál, ami egyébként a bevételnek a 2/3 volt, tehát nem csekély arányban vett részt a BKV működtetésében, elkezd emelkedni drasztikusan a BKV valamennyi jegytípus a bérlete, és tényleg ez is hozzájárul ahhoz, hogy az emberek elkezdenek azért bringára szállni. És hát nem utolsóban, ahogy mondtam, itt a kerékpáros mozgalmaknak a hatása, amik egyébként már hoznak egy tudást mindehhez. Hogyha ezt a kerékpározást a közlekedés politika hozzáállásán keresztül nézzük, vagy a közlekedés politika szemüvegén keresztül nézzük, ezt én nem itt mondom el először, de itt is el kell, hogy mondjam, nekem meggyőződésem, hogy ebben a budapesti kerékpár politikában történeti jelentőségű, nem akarok nagy szavakat használni, de kétségtelenül közlekedés történeti mérföldkő a MOL Bubinak az elindulása. Ugyanis tulajdonképpen ekkor van az, amikor a kerékpározás ismét a közlekedés politikának a megfelelő szintjére kerül. És itt van az, amit elvesztettünk valahol a 30-as évek végén. Itt van az, amikor a tömegközlekedés, a közösségi közlekedés és a kerékpározás ismét egymásra talál. Előtte ez mindvégig nincsen jelen, és ez az, amit egyébként Dániában és Hollandiában megtartottak, ott ez a fajta együttműködés. A közösségi közlekedés szereplői, irányítói, tehát a közösségi közlekedés és a kerékpározás közötti együttműködés, kooperáció az, ami megmaradt, az, ami ott egészen más alakította át a 60-as években a városokat, és a 90-es években, amikor hozzájött ez a jelszó, hogy a fenntartható városi élet. Ugye a 90-es évek szlogenje, terméke ezekből a nyugat-európai mintavárosokból. És amikor ez begyűrűzik hozzánk, akkor még mindig nagyon sokan mondják azt, hogy pont azért, mert hogy egyébként ez nem a fővárosi tanács, vagy a hivatalos helyekről érkezik, hanem a mozgalmak felől érkezik. És pont ezért nagyon sokan rásütik azt, hogy ez egy szubkultúra. Én nem szeretem ezt a szót egyébként, mert milyen azt gondolom, hogy ez nem szubkultúra, hanem itt élünk ebben a városban, közlekedő emberek vagyunk, közlekedni akarunk, és éppen kerékpárral akarunk közlekedni, ha úgy van. De az, hogy itt a 90-es években ez innen indul el, valójában itt veszi föl a fonalat több évtizednyi szünet után, az részben oda is vezethető vissza, hogy ezt a mozgalmak hozzák be, és egész egyszerűen én azt gondolom, hogy rásütik ezt a bélyeget, hogy szubkultúra. Szóval meggyőződésem, hogy a kerékpáros közlekedésben, a kerékpáros politikában és a közlekedés politikában, illetve Budapest közlekedés történetében a MOL Bubi, tehát a közösségi bringa rendszernek a megjelenése, az kifejezetten történelmi léptékű. Azt gondolom, ezt egyáltalán nem lehet túlhangsúlyozni. És hát azért persze azt se felejtjük el, hogy itt 2010-2014 között a közös busz és kerékpársávoknak köszönhetően az a hálózat, ami korábban a 90-es években még töredezett, nem ér össze, igazából nem tudjuk jól használni, az nagyon drasztikusan megváltozik. 2010-ben például a közös busz és kerékpársávok hossza az alig volt 1 kilométer, 4 évvel később közel 20 kilométer volt. Tehát elindul, ez óriási lépés a hálózat irányába, és az egyirányú utcákba, buszsávokba való behajtás, vagy az András, vagy a Kiskörút, amit Áron is említett az elején, ezek el tudtak indulni egy olyan irányba, hogy talán kerékpárhálózatban már ténylegesen lehet gondolkodni, és lehet erről beszélni, ahogyan itt a képek valamelyest mutatják, hogy ugye országos és budapesti kerékpárhálózatokban
tud már gondolkodni a magyar közlekedés politika ismét, és hát ugye itt vannak, én a Balázs Morter számait vettem előtt, hogy 10% van 2030-ra célozva kerékpározás tekintetében. És hát persze azért az igazsághoz hozzátartozik, és ez nagyon fontos, hogy ott is sikerült már áttöréseket, eredményeket elérni, hogy például mondjuk lehet kerékpárt szállítani villamoson. Ugye csak visszautalok arra a 38-as Magyar Nemzet és Városok lapja cikkre 1938-ban lassan 100 éve, amikor pontosan erről beszéltek, hogy ezt kell csinálni. A közösségi közlekedés, vagy a kerékpározás együttműködésével lehet megteremteni egy élhetőbb várost és egy olyan kerékpáros infrastruktúrát, amit az itt lakók jól tudnak használni. Egyébként összességében azt gondolom, hogy ha visszagondolunk most erre a néhány 10 percre, akkor alapvetően amit jó látni mindebben, azt gondolom az, hogy a külbelvárosi kerékpáros kapcsolatok, ez a 30-as évek óta téma, és nagyon fontos fejlesztések indultak volna el az összefüggő hálózatnak a megteremtése érdekében. Vizsgálták azt, hogy a kirándulások, az agglomeráció, vagy az elővárosokban való ilyen, hát mai szóval már nyilván azt mondanak, hogy turisztikai célú, mint hogy ma azt sem mondjuk, hogy népegészségügyi szempontú, de hogy akkor még ezeket a szavakat használták, tehát hogy akkoriban előjött az, hogy ez egy egészséges alternatíva mindeközben, nem csak praktikus, nem csak olcsó, hanem ennek egyéb externál, egyéb hasznai is vannak, és kifejezetten foglalkoztak az elővárosokban való kibiciklizéssel. És azt gondolom, hogy bár talán ez meglepő, de hogy történelmileg Budapest közlekedés történetében ebben az elmúlt 100 évben valójában a nyomát sem találni annak, hogy az autós közlekedés és a kerékpáros közlekedés egymással háborút vívna. Ha valahol volt háború ebben, akkor az a közösségi közlekedés, a kerékpározás. Ahogy itt lehetett látni, a 20-as éveknek a tiltásai, a városnak és a városi tulajdonú közlekedési cégnek a hozzáállása egyértelműen ellenséges volt, egyértelműen tiltó volt, és amint ez az együttműködés, ez a kooperáció létrejött, akkor egészen elképesztő infrastruktúra fejlesztéseket álmodtak, még nem csak megálmodták, hanem, ahogy itt az idézett cikk is mondja, erre a város elkülönítette a költségvetést, ezeket elkezdte, és látjuk, hogy elkészült a Petőfi hídon, és megtervezték az Árpád hídra is, és itt van egy nagyon-nagyon drasztikus, nagyon éles közlekedéspolitikai váltás, ami gyakorlatilag a 80-as években kezd el szépen egy picit fellazulni, felpuhulni, és azt gondolom, hogy valóban itt a 2010-es éveknek a közbringa rendszerével sikerül áttörni egy olyan határt, amikor ismét a kerékpározás megfelelő szintre a közlekedés politika szintjére kerül, és nem valami mozgalmi, nem valami szubkulturális kérdés, hanem a közlekedés politika hivatalos részévé tud válni, és ami a legfontosabb, hogy a közösségi közlekedés és a kerékpározás között tud kialakulni, vagy teremtődik meg a lehetősége az együttműködésnek. Én azt hiszem, legalábbis amit én ebből látok, és amit ebből az elmúlt, majd tetszik, 100 évnek a történéseiből ki tudok olvasni, vagy át tudok itt ezen a fórumon adni, az, hogy ennek a kulcsa, a sikerességnek a kulcsa, az itt keresendő, és a hibák kulcsát, és azt hiszem, hogy valamelyest sikerült felvázolni. Annak érdekében, hogy itt talán a jövőt érintő kérdéseket is, tehát helyesen fogalmazzuk meg, jól fogalmazzuk meg a kérdéseinket, abban remélem, hogy sikerült egy pár gondolattal segíteni a további gondolkodást, és hát én nagyon remélem, hogy tényleg az, hogy van mindennek előzménye, van egy története, van egy elméleti rendszere, az képes segíteni azt, hogy jól tudjunk érvelni, és jól tudjunk visszamutatni azokra a példákra, vagy történésekre, amelyeket egyébként ott esetben föl tudunk használni, akkor, amikor a kerékpározás, a közösségi közlekedés, illetve a városi élet, a mindennapi életünknek és a városi térhasználatunknak kérdéséről folytatunk diskurzust ebben a városban. Én nagyon köszönöm még egyszer a meghívást, és remélem nem voltam túl hosszú. Nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Gábor, én három kérdést tennék fel neked, az egyik az mondjuk egy dupla. Szóval ez a szovjet közlekedéspolitika, ez mennyire volt szovjet? Mert azért Nyugat-Európában is látjuk azt, hogy a világháború után a kerékpár helyett az autó került előtérbe, de aztán valahogy visszajött a kerékpár, és nálunk meg ez később jött, vagy mi lehetett itt a kulcs?
talán. Hát itt vasfüggöny két oldalán. Itt a kulcs az pont az, hogy a vasfüggöny túloldalán vagyunk. Tehát, hogy ez egy autokratikus, felülirányított rendszer, amiben ráadásul az a technológiát kell használnunk, ami egyébként keletről érkezik. Tehát annak a futurisztikus várostervezésnek a mintája már nem Bécs és Párizs és London, ahova egyébként a magyar mérnökök és a magyar szakemberek kiutaznak, tanulmányozzák Amsterdamot, Kopenhágát, Berlint. Nem csak akkor, amikor kerékpáros fejlesztések vannak. Amikor például a Budapest első buszgarázsát megtervezik, akkor pontosan, tehát magam láttam azt a jelentést, amit Till Antalék készített, akik bejárták Londont, Párizst, Berlint és a nyugati városokat. Azt is tudták, hogy hány óra, hány perckor mennek el ebédelni a munkások a garázsban. Így jött létre egyébként itt nem messze, szintén nem messze, a Szentdomonkos utca, Császár András utcában az első buszgarázsa Budapestnek, amiként Európa legnagyobb buszgarázsa volt. Tehát, hogy az, hogy mik a minták és mik a mércék, az változott meg valójában. De hogy lehet, hogy egy, hát nevében legalábbis, vagy diskurzusában nagyon munkás rendszer a munkások közlekedési módját nyírta ki? Hát ebben azért az is szerepel, hogy ha egy picit a szociológia vizeire élvezünk, akkor azért az a munkásság, ami a második világháború előtt van, és az a munkásság, ami a második világháború után, az nem ugyanaz. Tehát egészen más az a közönség valójában. Tehát tulajdonképpen a munkásság 40-ben egy politikai termék, miközben egyébként a második világháború előtti időszakban azért a munkásság egy öntudatos réteg. Ne felejtjük el például, Magyarország első munkás újságja, németül jelenik meg. Tehát, hogy itt azért a magyar munkásság az egy öntudatos, iparos társaság ebben az időben. Szóval itt összességében, tehát ami nagyon megváltozik, az, hogy egészen más a néz, tehát nem alulról nézzük már ezt a várost. Tehát itt ilyen terepasztalokon ide-oda aluljárokat dugdosunk be, autópályákat vezetünk rá, hidakra, vagy éppen a belvárosra, ahol ahogyan láttuk itt a Ferenciek terén, megszűnnek ezek a kedves kis fagyizók, meg sétáló terek, és tényleg, mintha fentről valami terepasztalon mozgatnának itt mindent. Jó, tehát akkor valószínűleg nyugaton például azt segíthetett ebből visszarendezően, hogy demokrácia volt. Hát volt, elég fontos. A demokráciának egy fontos kulcs az, hogy együttműködünk, és itt ez szűnt meg, tehát a tömegközlekedési cég. Én most nem akarom, hogy senki ebből vissza ne idézze a 90-es évek BKV-ját, de azért a BKV, tehát a budapesti közlekedés és mondjuk a kerékpáros mozgalmak, vagy a civil együttműködések azért hát nem voltak nagyon híresek. Jó, és utolsó kérdés, csak egy nagyon rövid. Akkor mi az a fő hiba, amit ne kövessen el még egyszer Budapest, hogyha szeretné, hogy visszajön a kerékpározás, és nem azt szeretné, hogy elhaljon? Hát, hogy folytasson párbeszédet, ezt kövesse el. Tehát, hogy az a legfontosabb, hogy szerintem a legfontosabb tanulsága mindennek az, amit lehet ebből jól látni, hogy amikor megszűnik a diskurzus, és van egy autoritár megmondás ebben a rendszerben, akkor látszik, hogy ezek nem működnek, ezek egyszerűen áttörhetetlen falakká válnak, és hát valamiféle elefántcsontoronyba zárt hivatalnokok mondják meg azt, hogy hogyan kell élni ebben a városban. Ez történt. Miközben egyébként erről az útról csúsztunk mi le? Tehát itt azért valójában azért hoztam be az infrastruktúra kérdését, mert egy nagyon izgalmas kérdés, de az infrastruktúra fejlesztésében szintén nem ott van a csúszás, hogy a faktumok vagy a mérnöki tervezésben. Ott is a gondolkodásban csúszik, tehát az útügy kapcsán is valójában egyszerűen annyi változik, hogy a gondolkodás, a szemlélet változik meg. És ebben a kerékpáros és közlekedés, közösségi közlekedési vagy a városunk, a használatával kapcsolatos kérdésekben is pontosan ez változik meg. Van diskurzus, vagy nincs diskurzus? Mi itt láttunk ebben, legalábbis történelemben láttunk erre néhány évtizedet, amikor együttműködés volt ebben a témában, és láttuk azt, amikor nincs együttműködés, és nincs párbeszéd. Amikor volt együttműködés, akkor is az is együttműködés volt, hogy tiltották. Én ezzel hangsúlyoztam ezt, hogy a 27-es tiltás is már valami válasz. Hát észrevettük, hogy ez van. Reagáltunk rá. És 10 éven belül eljutottunk odáig, hogy ebben együttműködés van. Ezt folytatták nyugaton, miközben nálunk pedig nem fért bele a szemléletbe az együttműködés ezekkel a szervezetekkel. Jó, köszönjük szépen Gábornak még egyszer, és akkor folytatjuk a párbeszédet.